Emmán itt nem a sógor szava, hanem az egyim. – Vagyis az ugliget szőrzött tapasztalat. Tisztőt község! Jó egészséget és hasonló jókat kívánok. Továbbá, hogy az egyik magátújáró járó kocsin azt láttuk, hogy az adi ugliget. Mondok, még azon a helyön nem jártunk. Azt is megtapasztaljuk. Azt megírjuk a községnek. Mi micsoda, s többe fejle. Mögyön a villámos kocsi. Sustorogva, mint amikor a basidát gyújtjuk az iskátula ódalán. Azt szembe velem leül egy kövér védasszony. Falastrom az órán. Hát, ahogy meglátjuk az falastromot, a sógor is maga elé sörcent, én is. Azt emiatt nagy lármát támaszt a kambak te, hogy az ondi nem tudnak kentök írást. Oda a tábla nagy betűkkel, hogy itt tilos a pöke is. No, mondok, nem is pöktem én oda. De a szondi le se szabad, ebatta. Mondok, ha le se szabad, hát tögyenek le is táblát. Azt, hogy így lecáfoltam, hát Nekem ítéte az igazságot az utazó között. Mondok, tudom én, mi szabad, mi nem, mert én biró vagyok. Ava elővözöm úri módon az PayPal-t. azt rágyútok. A sógori szint azon képe. Mögen az kambakter, azt rám harsok, hogy a szondi. el azt a pépát dörögvest. Mán mondok, ebbe nem parancsol, az én pépámez, nem az úré, de az szondi itt nem szabad pépázni. Az is ki van írva. Nem látja ken az táblát? Hé, hey, mondok, nem azért ültem én be ide, hogy óvassak, hanem hogy utazzak. De különben se látom azon a táblán, hogy tilos a pépázás. Hát, a szondi, a dohányzás nem pépázás. No, mondok, hát akkor szakadjon le a tengője. Ha se pépázni, se pökni nem szabad, hát akkor mi szabad? Hogy az pépát kivertem, újra csak beléfogtam az két agyarambasz. A szondi, az kambak te, tögye el kend a rögvest. Nem szívom, mondok. De pejpázik, Kent, a No, mondok, az csizbáb is rajtam van. Mégse járok vele, mondok. Itt én vagyok a bíró, a Nem, Kent. No, mondok, rögvest állítsa meg az kocsiját. Mert még mielőtt leszállok, úgy tanálom képet érdekülni, hogy egyszerre megérkezik az végállomás, ho? Várjon azondi, majd a mögállónál összállhat. Mondok, éhol a bilétája is, adja vissza nekünk, ami visszajár. A szondi nem jár vissza semmi. Hát, olyan akasztó fára való volt, hogy nem adott vissza e garast se. De csak kerüljön az én falumba, majd bécsöngetek én neki istenösen. Mondok a sógórnak, szálljunk le, üljünk másik kocsiba, akibe pépázhatunk is, pökelünk is kedvünkre. Hát, jön a másik kocsi, beleülünk, azondi a kambakter, töljék el az pépát. Na, az is csak olyan veszeküdő volt. Hova? Az aztán. Van már mondok, kétszer nem fizetünk. Azt mondja, az nem jó. Nem jó. Mindjárt gondoltam arról a lókötő pofájukamba, terül, hogy bennünket. De mondok, hát, ha a magáé se igazi. Veszekedött velünk, de én se engedtem az igazságból. A kocsihajtó is az ő volt, mert Lám olyat rántott a kocsin, hogy hany a testem benne egy kis asszóra. Na no, mondok, hát leszállok. De mög ne lássak ögyet maguk közül az én falumba. Azt gyaloghaladoztunk tovább a vasút mellett. Hát, ahogy kiérünk az városbú, látunk ám egy högyet. Azt látjuk, hogy kis gőzös hogyan kepesztett rá fölfelé. Na, mondok, megöregöttem, megvéhettem, de ilyen csodát még nem láttam. Kérdem aztán egy úrtól, hogy micsoda hügy az. Hát azt mondja, hogy az a sovább hügy. Tudom már, mondok, azon laknak a sovábok. Hallottam már hírüket, Mondok azt a sógornak, no, gyerünk, tapasztaljuk meg ezt a hölgyre mászóvas utat. Hát, oda állunk a fizető ablakon, azt mondok, mennyi visznek fő bennünk itt a hölgyre. Azt mondi, harminc karajcár. Kettőnként mondja -e, vagy fejenként? Azt mondja, fejenként. Na, no, mondok, Isten telen dörágaság ezért a kis utazásé. Aszondi a sógor. Hágyjuk meg inkább, gyalog! Ögyem a fönne ezt a kis utat! Magam is azt mondom, mondok, inkább mögígyük az a hatvan karajcát. Hát, mögindultunk a magunk lábán, amőre a vasút vezetett. Azt akkor láttuk, hogy milyen a sinje annak a vasútnak. Csúpa Mire való löhet ez? Mondok. Nem löhet, hogy épp csak az, hogy ebben aki a bakter a csidmájának a sarkát, mikor sikos időbe megyön ön főfelé. No, okos tanálmány, ilyen köllene a mi szőlőhögyünkre is. A közben halljuk, hogy mögen kepesztett főfelé a gőzös. Látjuk, hogy olyan a kereke, mint a sarkantyú útaraja, De fenem a út dohogott főfelé. Akkor egy kis veszödelöm is környékezött bennünket. Ahogy ódatáltunk, hát eltrüsszentötte magát az basina. A szömünk szánk telilött. Azt hiszem, sose kerülünk ki az nagy gőzbű. Élekend! Mondok, mikor az masina ehhez a katót. Élök, azt mondi a sógor. Egye meg a fene. Hát, kend. Mondok, én is, hála Istennek. Ava, leültünk egy fa alá, azt a csutorát, jó megkocsogtattuk az nagy ijedelemre.